Kizárólag Németország érdekeit szolgálja a menekültügyi szabályozás, ezért Magyarország nem támogatja. Ez derült ki az uniós diplomaták brüsszeli találkozóján. A készülő uniós jogszabály az eddigi dublini rendszert váltaná fel. A menekült krízist Nógrádi Györggyel és Tarjányi Péterrel elemezzük. Illetve az első kérdés akkor ennek fényében az urakhoz, akiket szeretettel köszöntök itt a stúdióban, az az, hogy ez egy létező, ma is aktív menekült krízis, vagy egy a 2-3 évvel ezelőtt megindult hullám problémáit kezeli még Európa? Hát ez vegyes, tehát azért Európa egy bizonyos részein azért még mindig van menekült kérdés, tehát hogyha nézzük, pont a hét elején volt egy híradás, hogy megint holttesteket találtak a földközi tengerben, tehát nyilvánvalóan Ciprus mellett. Tehát nyilvánvalóan Európa irányába ez a fajta menekült migráns áradat, ami nem a Balkánon, hanem a földközi tenger más térségeiben van, ez továbbra is jön, és ez egy valós probléma. Az, hogy a balkáni útvonal tulajdonképpen ezzel a török-német vagy török-EU-s megállapodással záródott, és ilyen szempontból tulajdonképpen a határon, ha megnézzük a rendőrség jelentéseit, nulla, azaz nulla ember tűnik fel, tehát a menekült áradat. Az, ami 2015-ben nagyon-nagyon jelentős, több százezer embert jelentett a balkáni útvonalon, ez tulajdonképpen a földközi tenger más térségébe tevődött át. Máig, egy évvel korábban összehasonlítva, 9-szer annyi ember lépte át a török-görög határt, mint egy évvel ezelőtt. Nincs akkora ember áradat, mint 2015-ben, nem tudjuk mennyien jöttek. A német statisztika szerint 1,1 millió ember ment be akkor Németországba, és 300 ezer azonnal alámerült, eltűnt, tehát lehetetlen megmondani. De tény az, hogy újra megindultak, tény az, hogy jön a jó idő, és tény az, hogy Afrikába körülbelül 50-60 éve olyan lakosság számrobbanás van, ami előre prognosztizálja, hogy a migránsok megindulnak. Nem tud máshova jönni, csak Európába. Ausztrália, a gazdag perzsebből menti államok és az USA gyakorlatilag zárva van. Most ez bennem több kérdést is elindított. Az egyik az, hogy Bakondi György arról beszélt pár nappal ezelőtt, még a múlt hét végén, hogy van menekült áradat, csak elkerüli Magyarországot, hála a kerítésnek. Nógrádi György bólogat, Tarjányi Péter csóválja a fejét. Ezt majd mindjárt lehet is tisztázni, ezt a különbséget kettejük között. A másik pedig, hogy megállítható-e az a menekült áradat, amelyik nem azért jön, mert ez az úri jó kedve, hanem azért jön, mert a saját élhetetlen életkörülményei kergetik el mondjuk Afrikából. Tehát mit lehet nekik mondani, hogy lehet őket ott tartani, különösen úgy, hogyha az Európai Unió ez irányú támogatását éppen Magyarország egy vétóval megállítja. Ez ennél egy picit azért bonyolultabb kérdés, és nem tudjuk megkerülni azt, hogy visszaugorjunk az időben. Tehát azért azt látni kell, hogy Afrika térségeiben ez a fajta áldatlan állapot, amit ön megfogalmazott, és ennek számtalan része van. Tehát itt ne csak diktátorokra gondoljanak a nézők, hanem a klímaváltozás, ivóvíz hiány, tehát ezer dolog. Azért ezeket a térségeket, például, hogyha Líbiát tekintjük, mindaddig, amíg a Kadhafi éra, a Kadhafi rezsim állt, igenis Kadhafi visszatartotta, és nagyon-nagyon kemény intézkedésekkel, nagyon kemény fellépéssel ezeket a tömegeket ott. Erős államiság, erős hadsereg. Hát nem csak, hát ott hadsereg, határőrség, meg egyébként a polgári milíciák, tehát hogy ott Líbiában ilyen szempontból mindaddig, amíg egyébként az arab tavasz végig nem söpört az észak-afrikai térségben, illetve a közel-keleten, Európa ezért nem találkozott ezzel a problémával, mert hogy ott visszatartották a tömegeket. És ez egyébként a közel-kelet más részeire, régióira is igaz volt. Ez alapjaiban változott meg 2011-ben, és onnantól kezdve évről évre lehetett látni, hogy a menekült hullám egyre nagyobb lesz. Tehát visszafele haladva a kérdéseiben, az utolsó kérdésére reagálva, az, hogy megszűnte ez a helyzet, nem. Tehát én azt gondolom, hogy azok az embertömegek folyamatosan mozgásban vannak, itt több millió emberről beszélünk, az afrikai régió tekintve például, akik folyamatosan érkeznek egyébként az észak-afrikai térségbe. Tehát itt nem csak arról beszélnék, hogy
Gyuri említette, hogy lakosságnövekedés, tehát így, ez így igaz, Egyiptomban hihetetlen módon nőtt meg az utóbbi 20-25 évben majdnem háromszorosára a lakosság. Tehát nem csak magából, ezekből az országokból, hanem a délebre lévő afrikai országokból is folyamatosan érkezik az embertömeg. És ezt fejeli még meg egyébként a közel-kelet háborús konfliktusokat. Amiben kapcsolatban tényleg ennyire hatásos ez a magyar kerítés, hogy Bakondi György ezt állítja? Ezzel kapcsolatban nekem teljesen más a véleményem, erről beszélgettünk már többször. Tehát, ez volt a bólogatás fejrázás. Igen. Tehát az én véleményem az az, hogy igazán nem a kerítés, hanem az a fajta egyezmény, amiben Törökország aktívan lépett és megállította. Tehát ha nem lenne kerítés, nagyjából ugyanezt tapasztalnánk a déli határon, mint most? Hát mostani helyzetben igazán ez a kerítés nem fog semmit sem. Tehát nincs senki, nem jön senki. Senki nincs a kerítésnél. Azért nem jönnek, mert tudják, hogy ott a kerítés? Ennél összetettebb. Kezdjük az elején. Utána válaszolok. Egy. Ha valaki egyszer elolvasná Condoleezza Rice emlékiratát, a Rice azt írja, hogy ők úgy számoltak, hogy a szíriai háború 2-től 3 napig tart, 7. éve tart. Második megjegyzés. Az Európai Unióban jelenleg az átlag életkor, nem a várható élettartam, 43 év, USA 48 év, Niger 14 év. A 60-as évektől bekövetkezik egy lakosságrobbanás. Ezt valahogy meg kell állítani. Elnézést kérek, nem Európa feladata a világ összes problémáinak a megoldása. Lehet, hogy amit mondok, nem szimpatikus. 2. Magyarország és az a térség nem rendelkezett gyarmatokkal. Lehet, hogy Belgiumnak, Hollandiának, Franciaországnak lelkiismereti problémái vannak, nekünk nincs. Következő. A kerítés a bejövő migránsokat megállította. Tessék szeslenni azt megnézni, elnézést kérek, hogy naponta hány, más a véleményük, ez egy jó dolog. Hány migráns érkezik meg Makedóniából Szerbiába? Nem tud felénk tovább jönni, mert a kerítés és az ott lévő élőerő éli. Tessék megnézni azt, hogy 2015-ben a horvát választási harc fő témája Magyarország volt, mert a horvátok örjöntek, hogy a migránsok feléjük mennek, mert a magyar határon nem tudnak átjönni. Ez a kerítés mind a mai napig Magyarországot, a V4-eket áttételesen az Európai Uniót védte és védi. A mosolyra valami választ, a mosoly egyrészt azért volt, mert tényleg Gyurival mindig vitatkozunk ebben a témakörben, tehát ez volt az egyik rész a mosolynak. A másik az, hogy a 2015-ös válsághoz kapcsolódóan abban egyetértek, hogy ténylegesen a környező országoknak is és Magyarországnak is ez egy komoly probléma volt. Ma azonban az a fajta ellenőrzés és az a fajta erő, és egyébként ez változott is, tehát a héten olvashatták szerintem a nézők is, fönn volt az interneten, hogy vonnak vissza embereket, tehát már nem akkora a rendőri erő állomás. Mert felesleges. Van egy utolsó percünk és egy alapvető témánk, ez a bizonyos Magyarország megvétózza a Dublini egyezményt felváltani hivatott új egyezménytervezet, tehát mondva, hogy az Németországnak jó és senki másnak. Ez mi ez a történet? Mitől jó az, ami egész Európának jó, de szerintünk csak Németországnak mégis? Azért ebben is pontosítanék. Az a fajta sarkos kiállás, hogy egyébként ez csak Németországnak jó, ez így ebben a formában nem igaz, de azért apró betűkkel hozzátenném, hogy nagyon sok témához kapcsolódóan, és nem csak ezt a témakört, hanem más gazdasági kérdéseket, például Oroszországhoz kapcsolódóan, északi áramlat, stb. Németország hihetetlen módon az érdekeit érvényesíti. Majd, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezt szokták ugye gazdasági szempontból mondani, hogy Németország Európa motorja, emellett azt kell, hogy lássuk, hogy külpolitikában, egyáltalán Európa politikájában egyre inkább Németország akar a fő hang adó lenni, a fő szócső vivő, és hát ezzel kapcsolatban egy picit azért a kisebb országoknak a véleménye elsikkad, és nem tud olyan érvénnyel megjelenni. Tehát ilyen szempontból most furcsa, amit mondok, ezt a részét értem, amikor a kormányzati kommunikációban vagy a miniszterelnök úr oldaláról van egy ilyen felszólalás, hogy azért ácsi, nekünk is van véleményünk. Az, hogy egyébként ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kéne, és változásra lenne szükség, ebben nincs vita. Kicsit a markánsabb Franciaország és németországi véleménynek azért teret kéne engedni a kis országok számára is. Ez az én véleményem. Egy mondat, hogy mi a baj ezzel a megállapodással? Gyakorlatilag a mai német politika nem tartja a kulféle szemmagasságot, hogy egyenlő partnerként tárgyal a kis országokkal. Második, a Brexit után Európát meghatározza a német-francia tengely. Harmadik, jelenleg lehetetlen eldönteni, hogy kivezeti Európát Berlin vagy Párizs. Párizs akarja, nincs meg a szükséges eszközen. Négyedik, a német politika
alapvetően változott 2015 óta. Az elmúlt napokban több német vezető, Seehofertől kezdve, sorra kimondták, hogy a magyar politika helyes, a 2015 óta követett magyar migráns politikát az idő igazolta. Jó, hát ezen viszont nyilván Európán belül is, meg itt a házon belül is van rengeteg vita. Ezeket nyilván egyszerre majd nyugodtan is le kell folytatni, talán egy olyan pillanatban, amikor túl vagyunk egy krízisen. Hogy túl vagyunk-e rajta, az pedig a következő kérdés lenne, ezt szerintem egy másik beszélgetésben fogjuk most már megbeszélni. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. 8 óra jön a híradó, aztán várom önöket vissza, folytatódik az egyenes beszéd majd.